Ebben a videóban az adatok értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő eszközöket szeretném bemutatni. Kezdjük azzal, hogy mi is az az adat. Az adat elemi ismeret. Az adat tények, fogalmak, olyan megjelenési formája, amely alkalmas az emberi eszközökkel történő értelmezésre, feldolgozásra, továbbításra. Az adatokból gondolkodás vagy gépi feldolgozás útján információkat, azaz új ismereteket nyerhetünk. Milyen típusai vannak? A hozzánk érkező közleményeket, információkat rögzíthetjük, leírhatjuk például egy papírra a fontos dolgokat, felvetjük magnóra vagy videóra a történéseket, üzeneteket hagyhatunk az üzenetrögzítős telefonon. Ezekben az esetekben rögzítjük az információkat, és adatként tároljuk tovább. Az informatika világában a számítógéppel feldolgozott információkat tekintjük adatoknak. A számítógép tulajdonképpen adatokat fogad és továbbít, például amikor megrajzolunk egy ábrát a rajzolóprogrammal, majd kinyomtatjuk. Ha valamilyen számítógépes programot használunk, akkor a begépelt számok, betűk vagy az egérrel való kattingatás bemenő adatnak számít, amit a számítógép feldolgoz. Egy számítógéppel végzett számítás vége, a képernyőn kiírt szöveg, kép, a hangfalból kijövő hang pedig kimenő adat. Az adatokat, ismereteket sokféleképpen leírhatjuk. Az adatokat az alapján, hogy milyen jelekből épülnek fel, több csoportba soroljuk. Megkülönböztetünk számadatot, szöveges adatot és logikai adatot. Az olyan adatokat, amelyek számokból épülnek fel, számadatnak tekintjük. A számadatokat a mennyiségű jelentésük miatt gyakran használjuk. Ha számadattal fejezünk ki információkat, akkor az könnyen összehasonlítható lesz hasonló adatokkal. Az adattípusok közül a mennyiségi viszonyok kifejezésére csak a számadatokat használjuk, ugyanis más adattípus nem szolgál ennyi információval. A hétköznapi életben a számadatokat a mennyiségi és összehasonlító tulajdonságaik mellett gyakran használják még azonosításra is. Egy ember nagyon sok azonosító számadattal rendelkezik, személyi szám, adószám, bankszámlaszám, tajszám, stb. Egy számadat megjelenhet nyomtatásban, számformában, vagy akár grafikus ábrázolásban is, de akár további számítás alapját is képezhetik. A képen egy időjárási diagramot látsz. Az olyan adatokat, amelyek betűkből, szavakból épülnek fel, szöveges adatnak nevezzük. A szöveges adatok esetében figyelembe kell venni egy adott nyelv betűkészletét. A szöveges adatok nagyon elterjedtek a hétköznapokban, ilyen adatokkal találkozunk például a hagyományos médiumokban is, például könyvben, folyóiratban, televízióban, illetve rádióban. A szöveges adat építő köve a karakter, ezen belül leggyakrabban a betű. A számítógép számadatokkal dolgozik, ezért minden betűhöz, írásjelhez, azaz karakterhez hozzárendel egy számot, amely a számítógépek memóriában tárolható. A karakterek jelölését kódtáblázat rögzíti. Az első ilyen kódtáblázat az ASCII rendszer, az amerikai távközlési szabvány alapján készült. A 256 karakter definiálót, vagyis betűt, számot, írásjelet meghatározó kódtáblának több változata is van, így teszi lehetővé az egyes nyelvterületekre jellemző karakterek jelölését. A szöveges adatok tehát számsorozatként tárolódnak, illetve továbbítódnak a számítógépen. Egy állításról, kijelentésről az esetek nagy részében eldönthetjük, hogy igaz vagy hamis. Ezzel már is egy logikai ítéletet hozunk. A logikai adat mindössze két jelből áll. A logikai adatokat általában összehasonlító művelet mellett alkalmazunk. Például állapítsuk meg egy számról, hogy nagyobb be 10-nél. A logikai vizsgálat során eldönthetjük, hogy igaz-e vagy hamis az állítás. Ez alapján a következő összehasonlító műveleteket alkalmazhatjuk. Nagyobb, kisebb, egyenlő, nem egyenlő, nagyobb egyenlő, kisebb egyenlő. Az összehasonlítás után a logikai adat egyikét kapjuk meg. A hétköznapi életben is gyakran találkozhatunk ilyen típusú adatokkal,
jelekkel. Például egy kapcsolón fel van tüntetve egy egyes vagy egy nulla szám. Az elektromos eszközök főkapcsolói is kétállásúak, on-off, esetleg be-ki felirat jelzi a lehetőséget. A két lehetőséget, tehát az igent vagy nem. Logikai viszonylatban ezt úgy értelmezhetjük, hogy ha az egyes jel felé van kapcsolva a kapcsoló, akkor a villanyék, ha a nullás felé, akkor nem ég. Logikai adatok jelölése többféle lehet. Alkalmazhatjuk az egy és nulla jelölést, de előfordul az igaz-hamis, igen-nem jelölés is. A számokkal vagy szavakkal kifejezett logikai érték mellett alkalmazhatunk grafikus megoldást is, például az igaz állítást kipipáljuk, a hamisat üresen hagyjuk. Sokszor készítünk táblázatot adataink ábrázolására, feldolgozására. A hétköznapi életben is lépten nyomon találkozhatunk táblázatokkal, ezek nélkül átláthatatlan adathalmaz venne körül minket mindenhol. Ilyen csoportosított adatokkal találkozhatunk a büfébe kilógató tárlistán, az osztálynaplóban, egy menetrendben, vagy egy pénzügyi nyilvántartásban is. Táblázatokat az adatok könnyebb áttekinthetősége és a számítások elvégzése céljából készítünk. Az adatokat mindig egy közös tulajdonság alapján szoktuk csoportosítani, például csoportosíthatjuk az osztály tanulóit az alapján, hogy ki hanyas tanuló informatikából. Közös tulajdonságokkal, azaz egyforma érdemjegyekkel rendelkező tanulók egy csoportba kerülnek. A csoportosítást táblázaton kívül még halmazokban is megadhatjuk. A táblázatok típusairól lesz a következőkben szó. A táblázatokat abból a szempontból, hogy milyen célból készültek, vagy mire használjuk őket, több csoportban sorolhatjuk. Megkülönböztetünk látványtáblázatot, összehasonlító táblázatot és számoló táblázatot. A látványtáblázatot az adatok csoportba rendezése mellett esztétikus formában mutatja a táblázatot, tehát erre szoktuk használni. Ennél a típusnál az adatokkal általában nem végzünk műveletet, inkább a rendezett megjelenítés a cél. Erre példa lehet az órarendünk. Az összehasonlító táblázatban általában különböző helyről származó adatokat vizsgálunk egy-egy tulajdonság alapján. Az ilyen típusú táblázatban ritkán vannak számítások. A célja az, hogy egymás mellett lássuk az összehasonlítható adatokat. Készítettünk összehasonlító táblázatot csak szöveges adatokkal, az ábránál látjátok, de használhatunk logikai adatokat, de leggyakrabban számadatok tárolására, összehasonlításra használjuk. A táblázatok harmadik csoportjába tartozik a számoló táblázat. Szerepe és célja az elnevezéséből kitalálható. Számításokat, bonyolultabb matematikai, statisztikai, pénzügyi műveleteket tartalmazó táblázatokról beszélünk. Az ilyen típusú táblázat nincs feltétlenül kidíszítve, mint a látványtáblázat, és nem tartalmaz tándékosan hasonló jellegű adatokat, mint az összehasonlító táblázat, egyedüli célja a számítások pontos elvégzése. Nézzük a táblázat elemeit. A táblázatba összetartozó adatokat ábrázolunk. A táblázat függőleges adathalmaza az oszlop, vízszintes adathalmaza a sor. A táblázat alapegysége a cella, amely egy sor és egy oszlop meccéspontjaként értelmezhető. A cella tartalma lehet maga az adat vagy képet, amiben számítások elvégzését lehetővé tevő alapműveletek, esetleg bonyolultabb esetben függvények szerepelhetnek. Előfordulhat, hogy valamilyen okból a táblázat néhány cellája szorosabban összefügg egymással, vagy nem minden cellára vonatkozó műveletet szeretnénk elvégezni, akkor ilyen esetben a több cellából álló területet használunk, ezt cellatartománynak nevezzük. Ahogy mondtam, a táblázatok függőleges adathalmaza az oszlop, a vízszintes pedig a sor. Az oszlopok, illetve a sorok egy azonosítóval rendelkeznek, ami általában a nevük. Az oszlop és sor azonosító lehet betű és szám is. Gondoljunk például egy sakktáblára, ahol az oszlopok betűkkel, a sorok pedig számokkal vannak jelölve. Minden egyes cella egyértelműen azonosítható az alapján, hogy melyik oszlopba, illetve melyik sorban található. Ezt általában úgy jelöljük, hogy az oszlop nevét, azonosítóját és a sor nevét, azonosítóját egymás mellé tesszük. A sakkjátszmák esetén is hasonlóan adják meg egy-egy lépés helyét, például azt mondják, hogy gyalog lép a C3-ra. A cellatartomány egy-egy téglalap alakú terület a táblázatba,
amely több egymás mellett levő cellát foglal magába. A tartomány két átellenes sarkában levő cellájával, cella segítségével azonosítjuk. A két cella azonosítóját bizonyos táblázatkezelő programokban kettős ponttal kell elválasztani, ezzel megadjuk a cella tartomány első és utolsó cellájának adatait. Nézzük meg, milyen műveletek végezhetőek az adatokkal. Először is az adatokat, rögzített adatainkat, szöveget táblázattá, illetve táblázatot szöveggé lehet konvertálni. Fontos az, hogy az összegyűjtött adatokat a könnyebb felhasználás szempontjából, vagyis valamint az áttekinthetőség érdekében rendezni tudjuk. Más a szöveges adatok, illetve a számadatok rendezése, a továbbiakban erről is szó lesz. Az adatok megfelelő rendszeredésével, tehát gyorsabban tudunk jutni információhoz, könnyebben tudunk tájékozódni, keresni közülük. A következőkben különböző programok segítségével fogom bemutatni az adatok rendszerezését, rendezését, keresését, cseréjét, az adatok kiválogatását, illetve szűrését. Nézzük meg mindezt a gyakorlatban. Kezdjük először a Microsoft Word-del. Ebbe fölvittem adatokat, mégpedig tabulátorral elválasztva, egy kicsit táblázatszerű külsőt kölcsönözve ezzel, de most szeretném átalakítani a szöveget táblázattá, amit látod itt például elcsúszik a fejléc. Először első lépésként ki kell jelölni magát a átalakítandó szöveget. A beszúrás menüpontban a táblázatok almenüjében fogod megtalálni a szalagon a szövegből táblázat menüpontot. Ennek a segítségével tudjuk elvégezni a műveletet. Egyértelműen felismeri maga a program a táblázat lehetőségeket, tehát 6 oszlopot, 20 sort fog előállítani tabulátoros jeles elválasztással. Leokkézom, kész van a táblázat. Nézzük meg ugyanezt a LibreOffice-nak a Write-jába. Itt is felvittem az adatokat tabulátorral elválasztva, és kijelöltem. Itt a táblázat menü átalakítás menüpontjában fogod megtalálni a szöveg átalakítása táblázattá. Itt is ki lehet választani, hogy legyen címsorva, hogyha több az adatod, akkor ismételheti oldalanként a fejlécet, és így tovább. Leokéztem, kész is vagyok. Következőben nézzük meg, hogy hogyan tudjuk rendezni az adatainkat a könnyebb kereshetőség szempontjából. Visszalépünk a menüszalagon a kezdőlapra, és itt a kezdőlap menüszalagján a rendezési gombot megnyomva megnyílik egy olyan ablak, aminek a segítségével 3 szinten lehet rendezni. Ez azt jelenti, hogyha az első oszlopban, amit kijelölünk itt, talál egyezőséget, tehát két azonos nevűt például, akkor beállíthatjuk, hogy a két találati sor között melyik kerüljön előrébb. Ezt az azutánnal tudjuk, tehát a következő oszlopra is beállíthatunk egy rendezési beállítást. Ami lényeges itt, hogy mindig meg kell nézned, hogy van-e fejlésztsor, amennyiben van, akkor legyen bejelölve, ugyanis ha ez nincs bejelölve, akkor az első sort is beteszi az összes többi adatsor közé. Ezekünk rendben van, emelkedőt, tehát betűrendbe emelkedőt szeretnénk beállítani. Nézzük meg ugyanezt a Write-ba. A Write-ba először is ki kell jelölni természetesen hozzá a táblázatot, vagy be kell lépni. A táblázat menü rendezés menüpontjából tudod indítani. Itt is hasonló rendezési elv, 3-szintű rendezési elvet kínál fel a program csökkenő vagy növekvő sorrendbe, amely a sorokat érdemes kiválasztani. Rendben van, el is végezte a betűrendbe helyezést. A következő lépésben a kereséseket fogjuk megnézni. Nézzük meg először a Word-ben a lehetőséget. A Word-ben már a kezdőlap menü szalagján megtalálod a keresés, illetve a csere menüpontot, tehát a bal oldalon megjelenő navigációs ablakban kiválaszthatod a megfelelő lehetőségeket a keresésedhez. A LibreOffice-ban ezt a keresést, ezt például a Ctrl-F billentyű segítségével előhívhatod. Alul megjelenik a keresőmező, és az adott oldalon, illetve az egész dokumentumban kereshetsz egy adott szövegre, illetve cserélheted is.
ezt a keresési lehetőség, ez a Ctrl F, ez nagyon jó például egy hosszú dokumentumban az interneten, vagy egy PDF állományban is, tehát a Ctrl F billentyű kombinációval meg lehet nyitni, és utána azonnal megkeresi az adott kifejezéseket, és arra végig tudjuk kattingatni, meg tudjuk keresni a megfelelő részt. Nézzük meg ezeket a műveleteket a táblázatkezelő programokba. Először a Microsoft Excel-jével már kijelöltem előre az adott táblázatot, amit módosítani szeretnék, nem is kellett volna kijelölni, automatikusan értékeli, hogyha belekattintunk. Nézzük meg első lépésként a rendezést. Itt picit más az ablak, de itt is több szint szerint tudunk rendezni. Kiválaszthatjuk, hogy a felézből, hogy mi alapján szeretnénk rendezni, érték van benne, vagy szöveg, vagy sőt a betűszint cellaszíne szerint is tudunk itt rendezni, és a sorrendet növekvő, vagy csökkenő sorrend legyen. Ami itt érdekesség és plusz dolog az, hogy újabb szinteket lehet fölvenni, nem csak három szint, ha szükség van rá, akkor lehet választani annyi szintet, ahány oszlopunk van. Nézzük meg ugyanezt a LibreOffice programjában, adatok menü rendezés ablakának megnyitásával három szinten lehet rendezni. A következőkben megadott szempontok szerinti szűrést szeretném még megmutatni a legegyszerűbb lehetőséget az Excelben először. Ugyanezen a menüszalagon a szűrő gombra kattintva megjelenik egy ilyen kis legődíthető menü minden oszlop mellett. Ha rákattintunk, értelemszerűen szövegszűrő a szöveges adatoknál, támszűrő pedig a számadatoknál, számot tartom az oszlopoknál. Itt meg tudunk keresni, tehát itt ki tudunk listázni. Például a B-vel kezdődő rekordokat, sorokat szeretném megjelenteni. Valóban megjelentek. Visszaállítom az eredeti szűrést, azért, hogy meg tudjak mutatni még egyéb számszűrő lehetőségeket. Itt van például a kisebb, mint nagyobb, mint két érték között. Például, hogyha én most szeretnék beállítani a területnél, azt mondom, hogy szeretném megnézni a 1000-nél nagyobb, de 3000-nél kisebb megyéket, akkor ki tudom listázni. Visszaállítom az eredetit, szeretnék még mutatni néhány lehetőséget. Például toplistával a legnagyobb akárhány tételt, mondjuk én most csak a két legnagyobb megyét szeretném kiristázni, ez Bács-Kiskun és Borsod-Abaúj-Zemplén megye. De tudok további lehetőségeket, például átlag felett, átlag alatt kiristázza nekünk, nem is kell számolgatnunk a terület szerint átlag feletti, átlag alatti területen rendelkező megyéket, a feltételeknek megfelelően. Az egyéni szűrőben az az érdekes még, hogy itt ugyanazon az oszlopon belül tudok és, illetve vagy operátort használni, az és az azt jelenti, hogy mindkettőnek meg kell felelnie. Például, hogyha én azt mondom, hogy legyen nagyobb az érték, mint 2000, és legyen kisebb mondjuk, mint 5000, tehát kisebb, mint 5000, akkor azokat fogja kilistázni az összes közül, amelyek megfelelnek mindkét feltételnek. Az oszlopok közötti feltétel megadás, tehát hogyha például a népességnél szeretnék beállítani, az és kapcsolatot feltételez, az azt jelenti, hogy azokat a sorokat fogja kilistázni, csak amelyek mindkettőnek megfelelnek. Számtalan lehetőség van, érdemes körülnézni. Nézzük meg ugyanezt a cálcba. Itt is az adatok menüpontból tudom ezt megnyitni, mégpedig a szűrő, automatikus szűrő. Itt egy picit kevesebb lehetőségem van, itt is tudom sorrendbe állítani, illetve az első tizet, illetve üres, nem üres cellát fogja megmutatni, tehát ennél itt ebben a programban kevesebb lehetőségem van. Ezen kívül még az adatokkal rendkívül sok művelet végezhető. Videómban az adat értelmezését, vizsgálatát, szemléltetés és segítő eszközöket, az adatok csoportosítását, táblázatban rendezését,
a táblázatok típusait és az adatokkal végezhető legegyszerűbb műveleteket mutattam be.